1517. október 31-én Luther Márton szerzetes egyetemi professzor a wittenbergi vártemplom kapujára kitűzte az egyetemes egyház megreformálásáról szóló 95 tételét. Az emléknap minden protestáns közösségben ünnep. Ilyenkor a hívek az imáikban azért adnak hálát, hogy Luther követőivel együtt arra ösztönzött sikerrel embertömegeket, hogy térjenek vissza a hit tiszta forrásához, a Biblia eredeti értelmezéséhez. Elindult egy nemzetébresztés is ezzel, ugye, mert a reformációval már az anyanyelven hirdették az igét, meg az Isten tiszteleteket. Luther Márton németre, Károli Gáspár pedig magyarra fordította le a Szentírást. Mint a reformáció szó latin kifejezés is mutatja, az egyház újraformálásáról, az eredetihez való visszatéréséről van szó. De nem csak az egyház újraformálásáról van úgy szó, hanem én úgy szoktam megfogalmazni a gyülekezeti testvéreknek, hogy egy kis kertészkedésről is. Hogyha felidézzük magunkban Tóth Árpádnak az Isten oltókése című versét, akkor ezen versnek a címét egy kicsit átfogalmazva Isten metsző ollójára is kell gondolnunk a reformáció tekintetében. Hiszen mint minden dolog ebben a világban, az idő elteltével folyamatosan amortizálódik, folyamatosan deformálódik, folyamatosan átalakul, és nem mindig a jó irányban. Így van ez az egyházzal is, az igét hirdető, Isten igazságát hirdető egyházzal is. Az idő elteltével folyamatosan rárakódik az emberi gyarlóságból, az emberi okoskodásból, az emberi túlkapásból eredő különböző salakréteg, amitől évről évre, időről időre, évszázadról évszázadra meg kell tisztítani. A reformátusok azóta is a 21. században is a letisztultságot hirdetik, azt, hogy a hit egyetlen pillére a Szentírás, a Biblia. A 16. században járunk, a reformáció időszaka a 16. század első felére tevődik, amikor is az egyház már elérte azt a ige idegen állapotot, amikor voltak éppen teljesen elhidegült a Szentírás valóságlátásától, Krisztusnak a megváltásban nyújtott kegyelmétől, és voltak éppen nem más nyújtott a reformáció, illetve a reformátori munka, mint hogy visszaterelte a gyülekezetek, illetve az egész egyház figyelmét a Szentírásra. A komáromi református gyülekezetben sok a fiatal, olyanok, akiket megérintett az ige, és életvitelükkel igyekeznek rászolgálni Isten szeretetére. Ők így boldogok reformátusként, magyarként. A hitemnek a megélése az eleve egy sokkal inkább hasonlít egy élő hitre, mint sem arra, hogy ápoljuk az örökölt hagyományokat, vagy számunkra kiüresedett rítusokat követünk, hanem az én hitem, az én református hitem az inkább az igének a folyamatos követésén alapszik, hogy nem mindegy számomra, hogy hogyan élem meg a vallásomat, hanem az igét használom mérceként, és ez alapján mérem meg mind a hitéletemet, illetve próbálom az egész életemet ehhez mérni. Korpás Éva énekművész, a komáromi gyülekezet tagja. Családja Újlótról származik, ahol a reformátusság ma nemzetmegtartó erő. Örömmel tartozom a komáromi református egyházhoz, és továbbá is kötődöm az újlóti reformátussághoz is, és nekem valahogy ez a kettő egyet jelent, a jegyben jár gyakorlatilag a magyarság és a reformátusság, és azt is elmondom, elárulom, hogy miért, mert hogy Újlót egy szlovák falu, ahol jelenleg körülbelül 7% magyar van sajnos már csak, és ott a magyarságot mindig is a református egyház tartotta fenn. Tehát ennek köszönhető, hogy még az a pár ember is most is tartja a saját magyarságát. A komáromi szekeres gazdák is reformátusok voltak, derék magyar emberek, akik nem voltak restek odaállni minden fontos nemzeti ügy mellé. Annak idején a szekeres gazdák adományaiból épült a templom nagy része. Régen a mentékről, a ruháikról, az ezüstgombokat adták össze, meg persze pénzt is, mert a szekeres gazdáknak azért volt pénzük, és ebből építették annak idején Szlovákia legnagyobb református templomát itt Komáromban. Ha a kapát megfogtuk reggel, és elindultunk dolgozni, akkor is azt mondtuk, hogy Jézus segíts.
Tehát az Úristen velünk volt akkor is, amikor dolgoztunk, akkor is, amikor örömködünk. Tehát számomra az Isten hit meggyőződés arra, hogy bízom azt, vagy hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem is föláldozta magát, és az én bűneimet is megbocsájtotta, és hiszem, és remélem, hogy ha elszólít magához, akkor a jobb keze felé kerülök.